Mikor kapják meg az érintett szervezetek a részükre felajánlott összegről szóló tájékoztatót? Szeptember 1-jéig küldte ki a hivatal a tájékoztató leveleket, tehát ez azt jelenti, hogy a héten minden érintett szervezet megkapja ezt a tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy mekkora összeget ajánlottak föl a részükre, illetve mik a teendők. Mi a teendő a levél átvételét követően? A levél átvételét követően 30 napon belül kell igazolni a jogosultságot a felajánlott összegre, a 37/A számú adatlapot kell kitölteni, és mellé csatolva a szükséges dokumentumokat be kell nyújtani a hivatalhoz. Milyen változások lesznek a következő évben? 2015-től már csak a regisztrált kedvezményezettek kaphatják meg a felajánlott összegeket. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben minden érintettnek regisztráltatni kell magát. És mi a határideje a regisztrációnak? Az első ilyen határidő szeptember 30-a. Azok a kedvezményezettek, akik idén kaptak felajánlást, ezen időpontig tudják a 37/A adatlapon regisztráltatni magukat. Azok a szervezetek, akik idén nem kaptak felajánlást, szintén szeptember 30-ig tudnak regisztrálni az egyreg elnevezésű nyomtatványon. Az új szervezetek hogyan tudnak regisztrálni? Azok a szervezetek, akik 2015. január 1-jéig elérik a 2 év várakozási időt, szintén tudnak regisztrálni ugyanezen az egyreg elnevezésű nyomtatványon. A regisztrált adatokkal mit tesz a hivatal? Nyilvántartja a szervezetnek a nevét, adószámát, székhelyét, és ezt a nyilvántartást folyamatosan aktualizálja, illetve a hivatal honlapján közzé fogja tenni. A felajánlott összegekről továbbra is el kell számolni? Igen, természetesen el kell számolni. A felhasználást, illetve az utalást követő második év, május 31-éig kell benyújtani ezt a COZ nevezetű nyomtatványt elektronikus úton, és ebben számot kell adni arról, hogy a szervezet mire használta föl a részére felajánlott összeget.